A Nyíregyházi Egyetem három hallgatója részesült a 2017-2018-as tanévben MNB kiválósági ösztöndíjban. A Magyar Nemzeti Bank ösztöndíjának célja, hogy támogassa azokat az alapszakos hallgatókat, akik nem csupán jó tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, de a kötelező oktatási anyagon túlmenően is érdeklődnek a társadalomtudományi és gazdasági témák iránt. A program tavaly indult, idén 25 felsőoktatási intézmény 400 hallgatója részesült az elismerésben. A feltétele leginkább a tanulmányi átlag volt legnagyobb százalékban, és ugye a múlt év folyamán még különböző kritériumoknak voltunk kitéve, tehát krediteket kellett teljesítenünk, és ezen felül ugye a tanulmányi átlagnak kitűnő színvonalúnak kellett lennie. És ugye közösségi munka is hozzátartozott, és én tagja vagyok a Magyar Közgazdasági Társaságnak, és ezáltal ugye különböző rendezvényeket szervezünk, és az iskolában is különböző tevékenységeket folytatunk. Ez körülbelül most egy olyan 10 főből álló társaság, reméljük, hogy a továbbiakban még fogunk bővülni, toborzásokat is szoktunk végezni, és ajánlani tudom csak mindenkinek, mert nagyon jó a közösség és a hangulat is, és a rendezvények is. Nem csak a Magyar Nemzeti Bank támogatja a kiváló tanulókat, hanem Magyarország kormánya is. Az általuk alapított új nemzeti kiválóság programban a Nyíregyházi Egyetem idén először vett részt, és a 21 felterjesztett hallgatók közül 10 kapták meg az ösztöndíjat. Ez nem csak a diákok és oktatók számára nagy elismerés, hanem hozzájárul az intézmény sikeréhez is. A Nyíregyházi Egyetemnek az egyik fő feladata az oktatás, a minőségi oktatás, illetve a kutatás is. Ezeket a hallgatóinkat szeretnénk majd indítani az Országos Tudományos Diákköri Versenyen, illetve hát ők ugyanúgy bekapcsolódnak az oktatók tudományos munkájába, és ez olyan szempontból segíti az egyetemet, hogy egyre több oktatói és kutatói tudományos tevékenységet folytatunk, de a hallgatókat pedig segíti abban is, hogy később akár egy más területen, kutatási területen is el tudjanak majd helyezkedni. A rektorasszony hozzátette, ezekben a hallgatókban látják azokat is, akik átvehetik majd a felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók helyét.